Jó estét! Bemutatok egy eladó BMW X6-ost. Ott az alvászám, az alapján tudják leinformálni. Itt a alvászám szerinti pontos extra lista. Ezeket a dokumentumokat mind be fogom fotózni, és fel fogom tölteni a használtautó.hu-ra. Ott a képek mellett van egy olyan lehetőség, hogy dokumentumok. Oda én ezeket fel fogom tölteni. És itt van magyarul is. Így. Autókereskedők vagyunk, és nemrég számoltuk be az autót. Mi elvittük szervizeltetni, és lefűzve itt az összes számlája, amit mi csináltattunk meg. Illetve olyan probléma van, hogy ami nagyon sok autónál észrevehető, hogy van a rendszám lekérdező oldal. Ezt mindjárt meg is mutatom. Ha beírják a Google-be azt, hogy JSP rendszám lekérdezés, akkor ide kell regisztrálni. És azért mutatom végig, hogyha valaki nem ismerné ezt az oldalt, akkor ez neki segítség. Oda beírom a rendszámot, azt mondja, hogy most lesz jó. Itt vannak lehetőségek, hogy eddigi tulajdonosok száma 9. Ezeket jól kell tudni kezelni, mert hogyha valaki vesz fel hitelt egy autóra, akkor az rögtön vagyok én a tulajdonos, 1. Utána a második lesz a hitelintézet, 2. Hogyha én el akarom adni, akkor én nekem, mint tulajdonosnak vissza kell vásárolnom a törzskönyvet a hitelintézettől, az a harmadik, és igazából a második tulaj lesz a negyedik. Ezt úgy tudják visszaigazolni, hogy hány darab tulajdonosa volt pontosan, rámennek a származás ellenőrzése, mert a bank, amikor a bank nyilvánítja magát tulajdonosnak, akkor ahhoz nem kell eredetiségvizsga. És itt van 1, 2, 3, 4 darab eredetiségvizsgája volt. Szóval az autó a 2000,
10 óta 4 tulajdonosa volt itthol. Na, és itt van egy olyan funkció, hogy futás teljesítmények. És itt van ennél az autónál egy kis változtatás, vagy pedig elírás. Ott lehet látni, hogy ott azok a felleugráló dolgok, azok a nem természetesek. És én most itt ezt videózom, de ezt már ki is nyomtattam, hogy ne itt a tabon kelljen mutogatnom. Ez pontosan itt van, így. Elmagyarázom, nekünk autókereskedőként nagyon sok autót kellene beszámolnunk nap, mint nap. És ezt mindig megnézzük, és nem azért, mert a tulajdonos játszotta a kilométeróra rögzítéssel, vagy nem, hanem azért, mert ezeket mind emberek csinálják, és rendkívül sok adminisztráció hiba van egy autónak a múltjában, főleg 10 év alatt, vagy 12 év alatt, és mindig azt szoktuk megnézni, hogy ez mutat-e, és ez az autó, ez mutat. Azt jelenti, mindjárt, lehet, hogy így jobb lesz, így. Ezek a kis fehér csíkok ott, ezek mind a kivonást jelentik. És itt az első, ami azt jelenti, hogy mintha visszaállították volna az óráját. Ott az egyik, meg ott a végén, ott az a felfele, az a második. Na most én ezt így egyértelműen le van írva, hogy mikor hány kilométer volt az autóba, és amikor nekem ilyen autóval van dolgom, akkor most nem meggyőzni akarunk senkit, hogy ennek vissza van állítva, vagy nincs visszaállítva, hanem elmondom, hogy én hogy működök, én hogy szoktam ezt magamnak visszaigazolni. Ugyebár senkit nem lehet felhívni, hogy 2016. 5.-3. miért olyan kilométer rögzítés, vagy miért olyan kilométernek a rögzítésére került sor. Mert nem lehet, mert ott egy okmányirodai ügyintéző, és kész. Nem is érdekli őket, nem is lehet kinyomozni, hogy az most hogy smint. Én így szoktam dolgozni, hogy megnézem az előtte lévő két darab bejegyzés. Ez egy nagyon szerencsés autó, mert a 2-3 éveseknél, amikor van elírás, ott nincs miből úgymond a táplálkozni. De ez egy azért egy szerencsés autó, mert ennek a múltjában sok kilométer rögzítés történt. Így megnéztem ezt a kettőt, megnéztem, hogy mi az átlag futás teljesítmény. Ez 10 hónap alatt mentek el 14 ezer kilométert, az azt jelenti, hogy egy hónap alatt mentek 1400 kilométert. Majd itt kevesebb kilométer van benn. De hogyha ezt kihagyjuk, ezt, és innentől számolom az átlagfutást eddig, akkor meg tudom nézni, hogy ugyanaz-e, mint itt az első kettőnél. És ennél ott van az 33 hónap, 44 ezer kilométer. Ott havonta 1333 kilométert mentek. Igazából, hogyha százalékra leosztjuk, akkor minimális a futás teljesítménynek a csökkenése. Így én így szoktam kibogózni magam felé, hogy ez az autó kilométer csalt, vagy csak adminisztrációs hiba. Mindjárt mutatom a másikat is, csak felkapcsolódott a lámpa. Itt, hát ez egy nagyon szerencsés dolog, mert ezt nagyon magyarázkodni nem kell. Itt volt 52 darab nap, ami alatt elmentek 85 ezer kilométert. Ezt egy napra leszámolva 1634 kilométert kellett volna menni az autónak, hogy ezt a futás teljesítményt tudja hozni. Úgyhogy én ezeket is majd be fogom fotózni, ezeket, és igazából itt maguknak kell eldönteni, hogy amit, ahogy én működök, és ahogy én gondolkozok, az helyes, vagy nem helyes. Egy biztos, mivel nem lehet kinyomozni, és nem lehet bebizonyítani azt, hogy ott a Judit elírta az okmányirodába a kilométert, ezért én semmi más nem tudok csinálni, csak
relatív így tájékoztatni, és én az adási tervben bele is fogom írni, hogy az autónak a pontos kilométerét nem lehet megállapítani. Volt az autó állapot felmérése, de ezeknek az autóknak a rendszere nem úgy működik, mint a mai 1-2 éves BMW-knek, hogy rendkívül sok helyen eltárolja a kilométert, és ki lehet olvasni. Ezeket az autókat mindig úgy kell elfogadni, amilyen állapotban vannak. Na most én ezt most igyekszem bemutatni. Na, először is van hozzá 4 darab téli kerék. Ezek körülbelül 2000 kilométert futottak. Ezek 19-esek, és hát 2000 kilométert futottak, úgyhogy 98%-osak körülbelül. Az autón lévő kerekek pedig ilyenek. Azt mondja 285, 35, 21. Ezek a gumik még ezt a szezont fogják tudni elfutni. Nyilván attól függ ki, mennyit megy vele. Ilyen 5-6 mm közöttiek. Semmilyen horpadás. Hú, ami nagyon fontos, majdnem elfelejtettem. Az autót körbemértem, és egyetlen egy helyen, a műanyagokat nem tudtam körbemérni, de egyetlen egy helyen mértem, az ez. Itt volt egyes egyedül az autó fényezve, a műanyagokon kívül, mert azt nem tudtam mérni. Sehol máshol, körbe a karosszéria, eleje, oldala, teteje, mind gyári. Amit mértem, az 144 volt a hátsó csomagtéren kívül. Ez a teteje, ez gyári. Csak ott lent kellett fényezni. Körbe a karosszéria, 144 mikron alatt van. Semmilyen horpadás, horzsolás nincsen az autón. Napfénytetős. Akkoriban ez a lámpa volt a legjobb, ezt tudja nem csak a kanyarkövetés, hanem a kereszteződésbe bevilágítást is. Ezt onnan tudják meg visszaigazolni maguknak, hogy amikor kanyarodnak, akkor felkapcsolódik a kanyarnál a ködlámpa. Ebből van többféle, ebből akkor ez volt a legjobb, amit lehetett rendelni. És ami inkább úgy fogalmazok, hogy az autónak a legnagyobb esztétikai hibája, az pedig egy oszlop. Valaminek beletolathattak, mert ott megnyomódott. Így. Most folytatom a belsejét. Igyekszem nagyon direkt módon videózni. Most felkapcsolom a vakut, hogy lehessen látni egyértelműen, hogy milyen állapotban is van.
egy-két gomnak van lekopva ott a az élei, és még ott ő neki van lekopva. Érdemes úgy cselekedni, prémium hifi. Érdemes úgy dönteni és választani, hogy jöjjenek el hozzánk, de előtte menjenek el, nézzenek meg 3-4-et, kilométertől függetlenül. Mindegy, hogy ott írnak kevesebbet vagy többet, menjenek el, és nézzék meg Roló. Roló viszont csak ezen az oldalon van, majd mindjárt mutatom a másikat is, mert ezeknek el szokta engedni a... Mindjárt megmutatom, hogy mit. És így becsavarja. Szóval Roló az ajtón belülre került, és bal oldalon nem használható. Mi nem akartunk nagyon belemenni itt a mindenféle ilyen javításba, mert én szerintem ez így is kimagaslóan jó állapotban van. De hát ezt úgy tudják eldönteni, hogy majd nézzenek meg másikakat is. Ott van egy picike kis köröm, vagy óra. Ezek a másik felnihez tartozó kerék csavarok. Ez a szőnyeg csomagtértálca. Na, hogyha mindjárt megmutatom. Hogyha ez leesik róla, ez tartja meg azt, hogy nem tudja behúzni ezt. Hogyha az, ez, tehát hogyha valaki elengedi ott fentről, és úgy behúzza nagyon gyorsan magát, akkor az ott nyilván 12 év alatt van rá esély, hogy az ott elengedi, és akkor felcsavarja magát az ajtón belülre. És így nincs. Van, de nincs. Elektromos kormányoszlop, ő az. Elektromosan állítható fejtámla. Memorizálható baloldali ülés. Itt van, most annyira nem látszik, de ott van rajta egy picike folt. Valószínű valaki meg akarta takarítani nagyon, és nem jó szerrel használta.
vagy pedig nem tudom mi, majd megpróbáljuk azt eltüntetni. Még nem volt nagy választék. És ez már a prémium hifinek a beállítása. Lehet álló szellőztetést bekapcsolni, vagy beprogramozni. Ez nyáron jó, amikor kinhagyjuk a strandon az autót, és amit tudjuk azt, hogy 4 órakor jövünk ki, akkor beállítjuk, hogy 3 óra 50-kor induljon a szellőztetés, és akkor nem egy 70 fokos autó fog várni, hanem amilyen kinti hőmérséklet van. Kevesen tudják, hogy ezt lehet állítani, és amikor beállnak egy mélygarázsba, általában azért szokták a hátsó csomagtérajtót fényeztetni, mert túl magasan nyílik, és a mélygarázsok azok meg nagyon alacsonyak, főleg a mélygarázsokba futnak ezek a csövek, és amikor kinyílik, akkor ez meg szokott sérülni. De ennél lehet állítani. Valamelyiknél nem, valamelyiknél lehet. Mindegy, kevesen tudnak róla, hogyha lehet is. Hát, így röviden ennyi. Ja, mindjárt mutatom. Ott az ülésütés. És van neki kormányfűtése is. Mindjárt mutatom a lámpát. Ahogy elkezdem tekerni jobb oldalra a lámpát, akkor felvillan a jobb oldali ködlámpa. Hát most ez nem tudom, akkor
valahogy mindjárt. Mindjárt elalszik ott a lenti lámpa, úgy. És hogyha most balra tekerem, akkor felgyullad. Ez nagyon sötétben, ez nagyon hasznos dolog tud lenni. És őnekik még régen a 360 fokos kamera BMW-nek ennyi volt, hogy mutatott körbe minden, csak előre nem. Régen ez volt a divat. Hát, akármilyen kérdés van, akkor hívjanak nyugodtan, igyekszem segíteni. Ja, és lekértem a kár vertikált. Hogyha küldenek egy e-mail címet, akkor befotózom majd a szervíznek az összes számláját, amit mi megcsináltattunk rajt. Volt szívósor, volt jó pár dolog. A kár vertikált lekértem azért, hogy amikor volt az az elütés, hogy ugyanazt tudja-e a Car Vertical, mint ez a magyarországi lekérdező rendszer, de a Car Vertical nem tudta azt a bejegyzést, szóval ott nem volt róla kép. Nekem az lett volna a legjobb, hogy mint ami általában szokott lenni, hogy például elviszem erősségvizsgára, ott kötelező lefotózni a kilométer órálást, és bíztam abba, hogy a Car Verticalnak megvan a képe a kilométer órálásról, de közben meg nem azt írták be, mint ami valójában benn van, és lekértem a Car Vertical, de nem segített. De hogyha küldenek egy e-mail címet, szívesen átküldöm a Car Vertical-t is, és átküldöm az összes számlát, amit mi kaptunk hozzá, és mi megcsináltattunk rajt. Úgyhogy akkor így ennyi. Viszlát!